kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 326-os számú dicséretünk első versét. 326-os számú dicséretünk első verse így kezdődik: Dicsőség mennyben az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább az éneklésünket a már megkezdett 326-os számú dicséretünknek a második és harmadik versét énekeljük. 326-os számú dicséretünk második és harmadik versét, második verse így kezdődik: Békesség földön az embernek. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét. Máté evangéliumából fogom olvasni a második fejezet első 12 versét. Amíg ezt az ige szakaszt felolvasom, a gyülekezet helyét elfoglalva, nyitott szívvel hallgassa végig. Máté evangéliumából, a második fejezetből, az első 12 versből így szól a karácsonyi evangélium. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték:
hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a judeai Betlehemben, mert így írja meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba. Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten tegye áldottá az ige hallgatását, szívünkbe fogadását, annak megtartását. Jöjjetek, emeljük fel a szívünket, válaszoljunk Isten megszólító szavára. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk a te házadban együtt. Egy szívvel és egy szájjal dicsérhetünk téged azért, hogy annyira szerettél bennünket, hogy karácsonykor megszakítottad az eget, és leszálltál emberként. Azért, hogy köztünk legyél, hogy jobban megismerjünk, hogy taníts bennünket téged követni, és hogy meghallj értünk, hogy megválts bennünket. Hálás a szívünk, Urunk, hogy ezt évről évre újra és újra megünnepelhetjük. Köszönjük neked az advent időszakát, ami megelőzi a karácsony ünnepét, amikor felkészítesz bennünket a veled való találkozásra, adsz időt arra, hogy elcsendesedjünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, amikor mégsem rád figyelünk ebben az időszakban sem, hanem annyi minden más van a karácsony körül, ami elvonja a mi figyelmünket. De tudjuk azt, hogy te újra és újra megszólítasz. Hisszük azt, hogy most is előttünk jártál. Hisszük azt, hogy te hívtál ma ide. Hisszük azt, hogy most is itt vagy, és velünk akarsz találkozni. Kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy szólíts meg a mi szívünket a felhangzó ige által. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetése készülve 463-as számú dicséretünk első versével könyörögjünk Isten lelkéért. 463-as számú dicséretünk első verse így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Istennek igényét a már olvasott Máté evangéliumából, a második fejezetből fogom olvasni, a 10. versből eképpen. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az ő örömük. Kedves gyerekek, kedves testvéreim! Lassan elérkezik a várva várt ünnep. Itt vagyunk már a karácsony előszobájában. Kigyúlt a harmadik gyertya is az adventi koszorunkon. Igazából, amikor a negyedik gyertyát is meggyújtjuk, akkor már karácsony lesz. Ezen a mai Isten tiszteletünkön, ami egy kicsit így előre hozott ünneplése ebben a közösségben a karácsonynak, a karácsonyi történetek közül a bölcsekre szeretném most egy pillanatra a figyelmünket irányítani. Szeretném a bölcseket példaként magunk elé állítani. Kik is voltak ezek a keleti bölcsek igazából? Hát ők ókori csillagászok voltak, akik megszállottan kutatták az eget, és vizsgálták a csillagokat. Nyilvánvalóan nem voltak még olyan felszereléseik, mint ami ma a rendelkezésünkre áll. Ők a maguk módján figyelték, és vizslatták állandóan minden éjszaka a csillagokat, és ha egy új csillagot fedeztek fel, vagy találtak, amit még addig nem láttak, akkor annak nagyon örültek, és ez nagyon izgalmas dolog volt. Én magam nagyon szeretem nézni a csillagos eget. Nem tudom, ki az innen, aki, amikor lehet látni egyáltalán csillagokat, akkor úgy belefeledkezik egy kicsit a csillagos ég látványába. Ki az, aki egy ilyen szép nyári estén esetleg megnézi az esti égbolt lámpásait? Mert amikor rá csodálkozunk ezekre a csillagokra, a csillagokkal tele égboltra, akkor Isten teremtett világából láthatunk valami nagyon szépet, valami nagy csodát. Sajnos ma már a rohanó világunkban nem nagyon törődünk a csillagos éggel, nem igazán állunk meg fölfelé bámulni a csillagokat, sajnos sokszor a város fényeitől, az utcai világításoktól nem is nagyon látunk igazából semmit. Maximum annyit foglalkozunk vele, hogy elborult vagy nem borult, esni fog vagy sem, de nem nagyon jellemző ránk az, hogy megállnánk és csodálnánk ezt az égboltot úgy, ahogyan Isten adta azt nekünk. A régi világ embereinek viszont volt ideje megállni. Főleg a melegebb övezetekben lakó pásztor népeknek, akik vigyázva az ő nyájukra és kint aludva, igazából nem tudtak más tenni, mint a csillagvilágokban gyönyörködni. Figyelték azoknak a kisebb-nagyobb változásait. Neveket adtak a csillagoknak. Egy idő után rájöttek arra, hogy ugyanazok a csillagok ugyanott vannak, és elnevezték ezeket a csillagokat. Ebből kiindulva alakult ki már nagyon régi időkben a csillagvizsgálás tudománya Ázsiában, Kínában, Indiában, Perzsiában és Egyiptomban is, és más ismeretlen népeknél is. Az amerikai indiánoknál is találtak kőbe vésett csillagképeket. A keleti bölcsek esetében az, amit a felolvasott történetben látnak, ez a csillag viszont egy olyan csillag, amit addig soha nem láttak. Egy olyan csillagkép, amivel addig nem találkoztak, és aminek még neve se volt. Még ők soha életükben ekkora csillagot nem láttak, és természetes, hogy nagyon nagy izgalommal töltötte el őket, amikor ezt a csillagot azon a helyen megpillantják. Igazából ma már tudjuk, hogy ez a csillag, ami akkor feltűnt az égen, ez egy több csillagnak az együttállása volt, azért volt ennyire fényes, a Földről viszont egyértelműen úgy látszott, mint egy hatalmas, óriási csillag. És most nem is akarok már többet a csillagról beszélni, hanem inkább arról szeretnék beszélni, hogy ezek az emberek ezt a csillagot észrevették.
És ez egy nagyon fontos, lényeges momentum ebben a történetben, ugyanis nem nagyon olvasunk másokról a karácsonyi történetekben, akik látták volna ezt a csillagot. Nem látta sem Heródes király, nem látták az udvarának a bölcsei, nem látták a papok, sem a tudósok, és nem olvasunk más valakikről, akik látva ezt a csillagot ugyanúgy követték volna. Egyedül ők a bölcsek azok, akik, ezek a csillagászok, akik észreveszik, akik figyeltek, akik felfelé néztek, és észrevették ezt a csillagot. Karácsony közelettével, advent idejében mi is sok mindenre figyelünk. És valóban sok olyan dolog van körülöttünk, amire figyelnünk is kell. Hiszen egy családnak a karácsonya, az sok mindent magába foglal. Fontosak nyilvánvalóan az ajándékok, fontos az, hogy kik jönnek hozzánk, hogyan terítünk meg, mi lesz az asztalon. Fontos az, hogy hogyan díszítjük fel a házunkat. Ezek is hozzátartoznak természetesen. Hogyan lesz feldíszítve a karácsonyfa, hova állítjuk ezt a karácsonyfát, mikor díszítjük és kivel díszítjük, ezek nagyon fontos momentumok. Csak ne felejtsük ki ebből a sok-sok mindenből a lényeget. Most így fogom mondani, a csillagot. Ne felejtsük ki, akiről ez az egész karácsony szól, és az maga Jézus Krisztus. A nagy magyar regényírónak, Jókai Mórnak van egy kevésbé ismert regénye, a Láthatatlan csillag. Az a cím ennek a regénynek. A regény arról szól, hogy angol expedíciós katonák mennek be Afganisztánba, és ott találnak egy jósfélét, egy ilyen jósoló embert. És mivel másnap ugye csatára van kilátás, megkérdezik ezt a jóst, hogy vajon hogyan fog eldőlni ez a csata. Ki fog nyerni, és ki fog életben maradni. A jós pedig felmutat az esti csillagos égre, és az Androméda csillag kép kötfoltjára, és az ott állókat megkérdezi, hogy ki az, aki látja a csillagot. És a vélemények megoszlottak. Voltak, akik azt mondták, hogy ők látják ott a csillagot, és voltak, akik azt mondták, hogy nem látnak semmit. Igazából a történet úgy folytatódik, hogy azok, akik látták a csillagot, életben maradtak, akik pedig nem láttak semmit, azok haltak meg a csatában. A regénynek azonban itt még van egy nagyon érdekes záradéka, ugyanis ezt a Jókai művet lefordították angol nyelvre, és egy angol csillagász is elolvasta ezt a regényt. És levelet írt Jókainak, hogy amiben, ebben a levélben megkérdezte tőle, hogy honnan tudott erről a csillagról. Igazából, mert abban az évben, amikor Jókai ezt a regényt írta, azt a csillagot még nem fedezték fel, de a csillag tényleg ott volt. Jókai persze soha nem foglalkozott csillagászattal, és nem azért írta meg ezt a regényét, mert őt a csillagászat érdekelte volna nagyon. Viszont az, ami mindenképpen tanulságos ebből számunkra, hogy kik a csillaglátók? Kik azok, akik látnak? Akik észreveszik a lényeget? Akik látják a csillagot? Akik figyelik a csillagot? Ugyanis Krisztus csillaga, a betlehemi csillag, minden évben újra és újra felgyúl karácsonykor. Minden évben újra és újra a karácsony Jézus Krisztus eljöveteléről, az ő születéséről szól, de nem mindenki látja őt ebben az ünnepben. Nem mindenki keresi, figyeli, kutatja és veszi észre Jézus Krisztust ebben az ünnepben. Tudjátok, mi a titok? Mi kell ahhoz, hogy ebben az ünnepben tényleg észrevegyük a lényeget? Azt a csillagot, Jézus Krisztust, elárulom, ehhez hit kell. Hit a szívünkben. Ugyanis hit nélkül ezt a csillagot nem lehet látni. Hit nélkül Jézus Krisztussal nem tudunk találkozni
ebben az ünnepben. Lehet az ünnepünk nagyon jó, lehet az ünnepünk meghitt, lehetünk együtt a családdal, kaphatunk nagyon jó és nagyon sokféle ajándékot, kipihenhetjük magunkat. De ha nincs a szívünkben ott a hit, a Jézus Krisztusba vetett az őt kereső és látni akaró hit, akkor a karácsonyunkból a lényeg kimarad. Úgy fogunk járni, mint akkor ott az első karácsonyon nagyon sok más ember, ott volt a csillag, mégse vették észre. Ott volt Jézus Krisztus a betlehemi istálóba, a jászolba, mégiscsak a három bölcs és a három pásztorok mennek oda köszönteni őt. Karácsony Jézus Krisztus nélkül, kedves testvéreim, kedves gyerekek, elveszti a lényegét. Elveszti az erejét, fényét, üzenetét. Karácsony Jézus nélkül olyan, mint az esti égbolt, csillagok nélkül. Nem igazán teljes. Kell ez a csillag, ami karácsonyi egünkre, és ehhez figyelnünk kell. Úgy, ahogy a bölcsek is tették. Azon az estén azok nem látták a csillagot, akik nem figyeltek és nem keresték. Bárki láthatta volna. Mindenkié lehetett volna. Mindenki elmehetett volna köszönteni Jézust. De azok látták meg, akik keresték, és akik hittel a szívükben indultak el erre az útra. És nagyon fontos még egyetlen egy szó, mit olvasunk. Azt olvassuk, hogy amikor meglátták a csillagot, és ugye megérkeznek a betlehemi istálóhoz, akkor nagy volt az ő örömük. Nagy volt az ő örömük. Kedves gyerekek, kedves testvéreim, akkor értjük meg a karácsony igazi lényegét, akkor van igazi karácsonyunk, ha megszületik ez az öröm a szívünkbe, Jézus Krisztus láttán. Ha megszületik ez az öröm a szívünkbe, a Jézus Krisztussal való találkozás következtében. Ha megtalálom Jézust ebben az ünnepben, ha észreveszem őt, ha tudok találkozni vele, ha tudok örülni ennek a Jézusnak a megszületésének, és el tudom hinni azt, hogy ő értem született meg ezen az ünnepen. Ez egy akkora örömet tud fakasztani a szívünkbe, az életünkbe, ami nem csak karácsonykor lesz meg, hanem amikor majd kilépünk a karácsonyból, és a következő év januárjában elkezdjük a szürke hétköznapokat, akkor is tartani fog, és tovább fog velünk jönni. Én kívánok mindenkinek nagyon sok örömet erre az ünneple. Legyen örömünk az ajándékok felett, legyen örömünk a megterített asztal felett, a családunkkal való együttlét miatt. Kívánom ezeket az örömöket is, ugyanakkor kívánom azt az örömet, amit Jézus Krisztus hozhat ebbe az ünnepbe. Keressétek és figyeljétek a csillagot. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és válaszoljunk Isten megszólító szavára, helyünkről felállva. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te része szeretnél lenni mindannyiunk életének, része szeretnél lenni mindannyiunk karácsonyának. Köszönjük, Urunk, az életünkben a jelzéseket. Mint ahogy a bölcseknek is ez a csillag, ami akkor feltűnt, egy jelzés volt, ami elvezette őket a betlehemi jászolhoz, Jézushoz. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te annyi ilyen jelzést teszel az életünkbe. És ezekkel a jelzésekkel szeretnél minket elvinni a betlehemi jászolhoz. Bocsáss meg azt, amikor vakok vagyunk. Amikor nem emeljük fel a tekintetünket, amikor annyira csak magunkat látjuk, a saját problémáinkat, a saját nehézségeinket, a saját panaszainkat, és nem tudjuk felemelni a tekintetünket, és rád figyelni, hogy te mit akarsz nekünk adni, hogy mekkora nagy ajándék van a kezedben, mekkora öröm az, amit te tudnál adni az életünkbe, ha kinyitnánk a szívünk ajtaját. Kérünk téged, Urunk, hogy szent lelkeddel járj előttünk ezen az ünnepen.
Nyitogasd a szívünket, nyitogasd a szíveket, az ajtókat, és hisszük azt, hogy ahova te belépsz, ott igazi öröm fakad. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik ebben az adventben, ezen a karácsonyon súlyos betegséget hordoznak, akik gyászt hordoznak az ő szívükben, akiknek tényleg a fájdalma olyan nehéz, és annyira súlyos, és olyan nehéz cipelni és vinni, akár fizikai fájdalom, akár lelki fájdalom az, hogy nagyon nehéz az ő tekintetüket felemelni rád. De Urunk, te ezért szálltál le, ezért hajoltál le hozzánk, mert te ott vagy velünk, ezekben a fájdalmakban, betegségekben, elhagyatottságban is. Könyörgünk mindazokért, akik úgy érzik, hogy ők nincsenek szeretve, vagy el vannak utasítva. Hisszük, hogy mindannyiunkat el tudsz érni. Kérünk, így áld meg a mi ünneplésünket, áld meg még az előttünk lévő egy hetet, amíg elérkezünk karácsonyig, áld meg a mi gyülekezetünket, a Te Anya Szent Egyházadat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, fogadjuk nagyon sok szeretettel a Református Kollégium Általános Iskolájának 6. A és 6. B osztályának karácsonyi műsorát. Felkészítő tanárok Bodorikni Asztódi Ágnes és Tubáné Kuruc Nikoletta, illetve segíti a műsort a kollégium gyermekkórusa, vezényel Marci Ernő kántorkarnagy. Várj, ember szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki üdvösséged lészen, szent győztes harcosul. Fénydéltet hozva jő, megtört az ősi átok, kit vágyakozva vártok, betér hozzátok ő. Jól készítsétek útát, a vendég már közel, azt mind vessétek el. A völgyből domb legyen, egy csúcs, amibe szálljon, hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen. Ezüst esőben száll le a karácsony, a kályha zúg, a hóesés sűrű. A lámpafény aranik a kalácson, a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. Kik messze voltak, most mind összejönnek. A percet édes szóval ütni el, amíg a tél a megfagyott mezőket karcolja éles, kék jégkörmivel. Fenyőszagú a lég, és a sarokba ezüst tükörből bókol a rakott fa. A jó barát boros korsóihoz von. És zsong az ének, áhítatba zöngve, csak a havas pusztán, a néma csöndbe, sír fel az égbe, egy-egy kósza mozdony. Tegnap harangoztak, holnap harangoznak, holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. Szeretném az Istent nagyosan dicsérni, de én még kisfiú vagyok, csak most kezdek élni. Isten dicséretre mégiscsak kiállok, de boldogok a pásztorok s a három királyok. Én is mennék, énekelni mennék, nagyok között kis Jézusért minden szépet tennék. Új csizmám a sárban, százszor bepiszkolnám, csak az Úrnak szerelmemet szépen igazolnám. Harang csendül,
ének zendül. Messze zsong a hálaének, az én kedves kisfalomban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kisfalomba a Messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének, az én kedves kisfalomban hálát adnak a magasság Istenének. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra, ez a gyarló ember, ember lenne, újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha igazzá válna, igazi boldogság szállna a világra. Legyen ma templom minden ember szíve, melyben a lélek szárnyat bontogat. Karácsony édes ünnepén legyen imádság minden gondolat. Legyen ma templom minden ember szíve, s legyen a templom tiszta, szent, fehér. Karácsony édes ünnepén Istennek tetsző legyen a kenyér. Szálljon szívünkbe áldott akarat, ez kösse egybe mind a kezeket. Karácsony édes ünnepén te légy vendégünk, jóság, szeretet. Akinek könnyet osztogat az élet, és kín a napja, kín az éjjele, karácsony édes ünnepén ne fuss előle, ó, beszélj vele! Testét takard be, s enyhíts sok sebét, ó, lásd meg, tudd meg, testvérő veled. A karácsony édes ünnepén szíved szépül, őt ha öleled.
az ember szívek örökélő őre, tegye ma össze mind a kezeket. Karácsony édes ünnepén maradj vendégünk, jóság, szeretet. Engedd, hogy felhők hófehér básonyával betakarjam ártatlan testedet, az ég kékjét csókoljam szemed fényében, s a hold sugarával öleljem át életed magányát. Hadd vigyem veled és benned a mindenség fájdalmát, jóságát. Mint az árnyék úgy követlek, mert a sorsod az én sorsom is. Arcod tisztaságában él az örök emberi szenvedés, gonoszság és a végtelen megbocsátás. Engedd, hogy láthatatlan kövesselek életed útjain. Így legyek jobban és rosszban a társad, letöröljem könnyeidet, hogy jobbá
és igazabbá tedd életünket. Így borulok eléd születésed napján, és magamat teszem lábad elé ajándékul. Szép tündérről szág támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet. Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott. Beeggeztem a sebet a szívembe, és hiszek újra égi szeretetben. Ilyenkor decemberben. És valahol kétkedő beszédet hallok, szomorún nézek. A kis Jézuska itt van, a közelben. Legyünk hát jobbak, sindjünk rendületlen, s ne csak így decemberben. Thank you.
Nincsen aranyom, bíborom, ámbrám, nem adhatok dúsgyémánt kincseket. Szegény poéta, mit adhat szépet? Uram, karácsonyra mit adjak néked? Tömjénem van csak, néhány szem tömjénem, s a lelkem hittől lobogó lángja. Hadd illatozzék, szálljon fel hozzád áldozattüzem gomolygó árja. Az ég a földre száll, ünnepeljünk boldogan, fényes éjszakán. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, gyertyafényben ünnepeljünk át az éjszakát. Erre én sem tudok többet mondani. Amen. Úgy legyen.
Nagyon szépen köszönöm mindannyiunk nevében a Mezőtúri Református Kollégium általános iskolájából a 6. A és B osztály diákjainak ünnepi műsorát. Köszönöm a felkészítő munkáját Bodorikné Aszódi Ágnes és Tubáné Kuruc Nikoletta tanárnőknek, és köszönöm a kórusnak a szép énekeit, köszönöm a felkészítő munkáját Marci Ernő kántor karnagynak, a hangszereknél pedig Gácsi László, Sándor Heni és Pápai Kerubina játszottak, köszönjük az ő kísérő szerepüket, és a szólistáinknak is a szép énekeket. Szeretném nagyon röviden megemlíteni azt, hogy a kis gyülekezeti újságunkban, amit majd készhez vehetünk a kijáratnál, megtalálhatók az egyházközség karácsonyi ünnepkörhöz kötődő alkalmai. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Annyira felszeretném hívni a figyelmet, hogy egy hét múlva, itt vasárnap 10 órakor nem a belvárosi templomban, hanem a gyülekezeti házban leszünk, és legátus érkezik közénk, Zeleni Margit Piroska, harmadéves teológus Debrecenből. Nincs olyan nagy hagyománya a legátusoknak nálunk, tehát, hogy teológus hallgatók prédikáljanak, most azonban szeretett volna eljönni hozzánk. Egy kis újszállási származású hölgyről van szó, és ő érkezik vasárnap délelőtt 10 órára prédikálni. És szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Továbbá szeretném hirdetni, hogy itt a kijáratnál a nőszövetségi vásár megtalálható. Amennyiben vásárolunk adományainkkal, hozzájárulunk jótékony célokhoz, a nőszövetség erre fordítja. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és Isten adjon áldott ünneplés nekünk, további áldott adventet. Most először a 462. dicséretnek csupán az első versét énekeljük el, és a 462. dicséret első verse így kezdődik, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Áldásvétele előtt fennállva közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Istenek népe, szent gyülekezet, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen.